augusztus elején indulhat meg a Faddi piac teljes rekonstrukciója. A beruházásra mintegy 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat. A piac kapcsán az úgynevezett fokon, ami a Duna felé haladva van egy kis csatorna, és annak az egyik partján fog gyakorlatilag, vagy egyik oldalán fog ez megvalósulni, ez a beruházás. Itt gyakorlatilag könnyűszerkezetes épületek fognak kikerülni, természetesen különböző közüzemi vagy közmű fejlesztések fognak megvalósulni, térkövezés lesz, parkoló lesz képítve, könnyűszerkezetes épületek és természetesen piaci árusító padok lesznek kihelyezve, vizes blokkkal természetesen, tehát kulturált környezetet fogunk biztosítani a termelői piacnak Vaddon is, onnantól kezdve sikerül megvalósítani ezt a beruházást. A foki területen egy másik fontos pályázat is előkészítés alatt áll. Ott ugyanis egy rekreációs beruházás kezdődhet el, ha megnyílnak a TOP plusz források. A tervek már készen vannak, mondhatni minden a fiókban várakozik ahhoz, hogy a támogató hatóság zöld utat adjon. Ott egy jelenlegi fokon, hogy úgy mondjam, kerülne ez a sportszabadidős park, és onnan egy sétány lenne kiépítve természetesen burkolattal, közvilágítással, utcabútorokkal kihelyezve, növényesítéssel egészen a holtágig. A strandpályázatunk pedig az már nagyon régi vágya az itt élőknek, ugye Faddon sajnos tönkrement, elavult a strand, illetve részben nem is önkormányzati tulajdon a jelenlegi strand területe, és egy teljesen új 21. századi színvonalú strand épülne a településen élőknek, hogy ne kelljen átmenni adott esetben Domboriba strandolni, hanem itt helyben is tudjanak a helybeliek strandolni. További jó hír, hogy az úgynevezett sertéstelepi út is hamarosan megújulhat. Ezzel nem csak az ott dolgozók munkába járása lesz kényelmesebb és egyszerűbb, de közvetve a helyi gazdaságot is segítheti a beruházás. Itt egy 300 millió forint, közel 300 millió forint értékben nyertünk pályázatot, településünk. Eznek a közbeszerzés kiírása fog megtörténni még június hónapban. Kivitelező várhatóan nyár végére lesz, és akkor december 31-ig ezt a munkát egyébként be is kell, illetve ezt a pályázatot le is kell zárjuk, tehát a határidő is így lesz a kivitelezőnek majd előírva. Eközben folyamatosak az olyan fejlesztések is, amelyek a csapadékvíz biztonságos elvezetését teszik lehetővé. Az egyik fejlesztésünk az a Kossuth-Lajos utcai csapadék elvezetésnek a kiépítése. Ezt már átadtuk a munkaterületet a kivitelezőnek, zajlik is a kivitelezés jelen pillanatban is. A másik olyan projektünk, ami hivatalosan még nem fejeződött be, már a megvalósítás megtörtént, a fizikai megvalósítás az a Wólentőből és a falut közötti közvilágítás képítés, ez már működik, és annyi van vissza, hogy a kivitelezőtől most várjuk az átadási dokumentációt. Az Etelköz utcában pedig hamarosan kezdődik a térköves járda építése, évelején pedig a település vezetése. Helyi költségvetésből mintegy 9,5 millió forintot tudott fordítani a temetőben található stációk felújítására. Önerőből is folyamatosan fejleszt Fadd. Nemrégen például klimatizálták a polgármesteri hivatal közgyűlési termét, ahol sokan kötnek házasságot is. De ugyanilyen beruházás valósult meg a rendőrség épületében, és a közterületekre is egymás után szerzik be a padokat és a virágládákat.